Medve Máté és Eilingsfeldi János betegség miatt hiányzott a csapatból. Bojan Trajkovski térsérüléssel, Horváth Kristóf pedig hát problémákkal küzdött. Így nem jó előjelekkel vártam az atomerőmű ese a Szeged elleni összecsapást Pakson. A találkozó a vendégek 7-0-ás rohamával indult, de Jeftovicsnak köszönhetően a harmadik percben beindult a paksiak szekere is. Faust, Norflit és Henton triplái meghozták az Asse lendületét, aki átvette a vezetést. Megnyugtató, 11 pontos előnnyel fordulhatott az utolsó 10 percre az Atom, de a végére hosszabbításra mentették a vendégek a meccset, melyet a Paks elveszített. Így bravúros 97-84-es eredménnyel megszerezték idei 5. győzelmüket a vendégszegediek. Nagyon sajnálom, hogy a szurkolóinak csalódást okoztunk, ez nagyon-nagyon fáj. Nyilvánvaló, hogy nem egy új problémával állunk szemben, nem nagyon tudom megérteni. Próbálom már kutatgatni, meg megtalálni azt, hogy miért van nekünk mérkőzések közben ilyen ingadozásaink, mind támadásban, mind védekezésben. Még az igazi okát nem találtam meg, mert tulajdonképpen mondhatom, hogy szétesik a támadójátékunk, ritmustalanná válik egyéni eskedésé, utána meg hibázunk egyet, az garantáltan, hogy az ellenfél megbüntetés a visszajátékba pontot kapunk kintről, bentről, teljesen minden, és mindig ezt mondom a srácoknak, nálam az minősít egy csapatot, hogy tényleg ezekre a dolgokra, a hibák utáni dolgokra mi a jelzés, és tényleg hogyan reagálunk rá. Nem igazán szeretnék belemenni, nagyon sajnálom, mert tényleg így sorra jönnek ugye a nehéz mérkőzések, és a célunkat ugye, hogy minél előbb egyáltalán a 8-ba és közelítsünk a felsőház felé, ezt nagyon nehéz lesz így abszolválni, hogyha tényleg ezeket a dolgokat nem tudjuk rendbe rakni. Nyilvánvaló, dolgozunk tovább, hiszek a csapatban. Először is jár a gratuláció a szegedieknek, hiszen a végjátékban az összes hibánkat kegyetlenül megbüntették. 2 perccel a vége előtt azt hiszem 8 pontos előnyben voltunk, és utána nem tudtunk kosarat dobni. Hát így nem lehet nyilván megnyerni egy meccset. Borzasztó butaságokat követtünk el, főleg támadásban, és védő oldalon is lemaradtunk a dobásaikról. Úgyhogy nagyon csalódott vagyok, hiszen 30 percig vezettünk, úgyhogy ezt be kellett volna húzni, ezt a mérkőzést. De jövőre nézve remélem, hogy tudunk ebből tanulni, és legközelebb nem követünk el ilyen buta hibákat, mert különben nehéz lesz meccset nyerni bárki ellen. A folytatásban sorra nehéz meccsek várnak a Paksra, hiszen a február közepi Magyar Kupa 8-as döntő előtt Szombathelyen, majd a Szolnok ellen hazai és idegenbeli kaposvári összecsapás vár a Schmidt Béla-Jan Pavlik edzőpáros csapatára.